akkora pókocska, beácska talaj alá, csinálj féle közelet, jön az áldozat közelet, kimászik, elkapja, fél napig lazul, és Facebookot, hogy minden állat itt modern. Utána meg jön és elkapja. Vízi sikló, ha tőle nem kell félni, ha megmart, megfogják, megalázzák, eldobják. Érezze azt, hogy ő nem kemény gyerek. Féljen az embertől. Viszont, viperra, na, ő ha megmar valaki, időben nem kap alanyanyagot, jövünk mi, tékékörök is segítenek. Hozzuk a deszkát, szöget, kalapácsot, bibliát, hozunk pálinkát is. Addig itassuk, amíg nem látnak. Így néznek ki ők. Vipera. Kockás hátul is, az a sötétebb változó, sötétebb zárt a színekre. Fogsz ki? 3 évvel ezelőtt volt egy olyan róka kollégánk, aki minden túrával, minden órában, minden nap bejött. És nem hiszem azt, hogy itt, hogy vakeroltunk neki az embereknek, hanem a kültös kalács lájkolta, amit kapott kint. Utána vagy megcsömörölt tőlünk, vagy a kültös kalácstól, de abba hagyta. Szerintem megütte egy kicsit a gyomrát, megcsapta, sok volt a nehéz kaja. Magyarországon csak Mickey Mackó, itt életveszély. Mit kell tudni? Feláll 2 lábra. Ilyenkor nincs az a helyzet, hogy cuki meg Facebook meg fotózunk, mert oda jön csak Facebookot. Van 5 opciónk, ebből 4 halálos. Első, szaladjunk. Hülyeség, gyorsabb, mint a ló. 50-60-70 km per órával tud szaladni, és ezt egy kilométerig majdnem tudja tartani. Utolér. 2, másztunk fára. Hajrá, lehet próbálkozni. De, ha kimegyünk és nagy fára próbálkozunk mászni, azt kell tudni, hogy 4-5-ször gyorsabban mászni, mint az ember. Fején utánunk, fáradtabb lesz, de agresszívebb. Mit csináltunk hülyeséget megint? 3, minden teszt látjuk, hogy tegyünk halottat, csak akkor a medve nem ver meg. De, filmbe ott befejeződik annál a helyzetnél, hogy megtagol. A valóságban oda jön megtagol, nem tovább megy, 8-10 centis karmai vannak és ellenőrizni fogja, hogy meghaltak-e. S addig a szívinfarkt nem vitte el, akkor majd a pofozást elfogják. És egy nyitott koporsós temetés, tényleg mondom, nem lehet álmodozni erről. Az már luxus lenne. 5. vagy 4. dobjuk szembe kakival. Mire lehajolnak, lesz kaki is. És abban az esetben, ha a medve távolabban, ez 300-400 métertől kezdődik. Minél hangosabban beszélünk, ordibálunk, minél rosszabb a hangjuk, annál jobb. Medve el fog menni. Nem olyan, hogyha kalapon van, azért ver meg, és hogyha nincs, akkor azért. Nem agresszív kis marad, ő más sejtél. De, abban az esetben, csinálunk egy olyan hülyeséget, hogy közelébe kerülünk a bocsainak. Kicsit mosolyogjunk neki, kérjünk bocsánatot azért, mert ő meg fog minket verni, utána meg is ver. De, még van egy olyan eset, tegyük fel, most ott áll az út. Mi a matni 3-4 méterre van. Eldob valamit, először a medve oda fog menni és megtagolja. Na a drága fékét lezőgébe tessék eldobni, ahogy 2 napja a turistáink. Jött a medve és elhanyigálták a gépeket. Fele tönkre ment, de ez van, járulékos megteszék. Eldob egy ruhadarabot, lehet szóri lesz, amire kérünk, de megmenekülünk. A kaja van az a legjobb, eldobják, megtagolja, megeszi, és addig lesz annyi időnk, hogy elérjünk egy autóbuszig, egy autóig, vagy egy menedékházig. Talán túléljük. Itt ebben az esetben fele biztos túléljük. Kérünk innen a marsból. Kell egy olyan durva 10 tonna itt, hogy egy helyen leszakadj rösszerre. Vagy egy helyre kell koncentrálódjon 10 tonna. Matti 500 kiló itt, fehes súlyal itt. Lazán jövöget, nem erős zavarja. Veszi magát finoman. Válasz a fára másztásra. Hozzá tesóját, ha nem megy egyedül. Feljönnek úgyis. Nem hagyják kárba veszni a kaját. Ő mása. Például 2 lábra 3,5 méter, 400-500 kiló között van a súlya. El lehet képzelni, 1,80 között vagyok, 1,80 körül vagyok, 2 nagyobb, mint én. Például 2 lábra felnézek rá, ez az utolsó emlék, amikor valaki egyet felnéztem. Mikor 2 lábra állapotál?
igaz? Tége három törvényt tudják? Senki? Figyeljék meg magukhoz, hogy nem tudják? Tudjuk. Igen, az egyik, te túl élet. Következő, ki mondja el? Rassz, hogy nem ember. Nem én akartam mondani, nem én akartam mondani, jó? A sörben vital. Ezt tegnap magyar kollégák kibővítették. De akkor volt nem közöttünk, nem folytatom. Van ott közöttünk? Senki? Vagy meg tudom utána, hogy elmondtam. Van még egy olyan negyedik, hogy a lófasz nem kankós párca. És egy ötödik, a tót nem magyar. Hallották azt, amikor Székely bácsi lefekült nagy fáradtan, rakás munka után elalszik, és ilyen háromkor felveri a feleségét. Mi történik? Jóska, te hülye vagy, még küldtesz fel engem ilyenkor? Drágám, álmodtam egy szépet. Mi lenne az? Jártam Bukarestben. De mi az Isten a szép? Útlevél kellett hozzá. Ahogy a tóról annyit kell tudni, hogy 22 méter, ugyanolyan savas, mert lényegében egy tóról beszélünk. Köszönöm nagyon szépen a figyelmet. Balra megyünk, megtaláljuk a kiáratot. Medve jön a leglassúbbat hátrahagyni.